Szevasztok. Ez Itt a szerdai repülés a nyár közepén. Remélem jól telik a nyaratok. Az enyémnek na nagyon sok munkája van, a, nagyon sok munkám van most nyáron, sajnos ugye elrontottam az órarendemet, és a, 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 a tréning miatt is egy olyan órarendet kaptam, ahol majdnem minden nap kell repülni. Úgyhogy ha majdnem minden nap kell repülni, akkor már adtam hozzá egy kis órarendet, egy kis órákat hozzá, hogy legyen, miből alkatrészt is venni itt a, a, a gyűjteményhez. Úgyhogy mostan nagyon lábon lőttem magam, hogy minden nap repülés van nem mindegyik napon történik érdekesség, nem mindegyik repülés olyan, hogy valami baj van, vagy valami, valami rossz dolog történik. Hogy amikor összegyűjtöm ezeket az érdekességeket egy kis csokorba, akkor ne gondoljátok azt, hogy akármikor bemegyek a repülőtérre, akkor mindig valami, valami gebasz van, mert ez nem így szokott történni. A repülés már a rettentően biztonságos lett, és sokkal több esélyen van összetörni magamat a repülőtérre menet, mint magában a repülőben, annyira sok, a, a, annyira sok bebiztosítás van a repülésben. Úgyhogy ezen túl akkor most jön a következő történet. Szóval éppen New Yorkba indultam, és ugye általában napos utakat csinálok most már, amik nagyon tetszenek, már nem is emlékszem, mikor volt legutoljára az, hogy, hogy, hogy egy, valahol ott aludtam. Úgyhogy aztán, amint beülök a repülőbe, akkor nézem, hogy ugye föl van írva valami rajta, már a nagy címke ott díszelgette a hajónaplón, hogy ott az egyik lámpa el van romolva. Na most úgy néz ki a repülőnek a lámpája kívül, ugye, hogy ez a hajózásból jött át, ugye, hogy a, a, bal oldalon van a piros lámpa, a jobb oldalon a zöld lámpa, a hátul pedig egy fehér lámpa. Ezek nem villognak, hanem egy, csak egy kapcsolót fölkapcsolsz, és akkor az így egyszerre elkezd világítani, nem villogni. Az más, a villogós, az a strobe, ami kívül lehet, hogy így villog neked, és azon kívül van a, a piros lámpa, ami a beacon, az pedig nem beacon, a beacon az a szalonna, a beacon az pedig a, az, a, az, a, pozíció lámpa, ami fölül alul is szépen pirosan világít, egyik a, egyik a, repülő alján, a másik a tetején. Régen ezek külön életet éltek, mostanában minden számítógéppel bűnködtetett, hogy szépen egyszerre világítanak, azok nem hatalmas fényűek, hanem csak úgy azért látszik rajtuk, hogy mostan azt akkor szoktuk bekapcsolni, amikor már itt az ide, hogy beindítsuk a motorokat. Az azt mutatja, hogy valami indulni fog, a repülőnek valami mozogni fog, vagy maga a repülő mozogni fog. Úgyhogy ez azért jó, hogyha nincsenek is bekapcsolva a hajtóművek, akkor is lássa a földi személyzet, lássa a külött, hogy na most vigyázzál, mert most a repülő lehet mozogni fog ennek. Ez az értelme. De nem ezekről a lámpákról volt szó, hanem azokról, amik a pozíció lámpák, ugye, amik a a a, a, ugye a piros, a bal oldalon, a zöld, a jobb oldalon és hátul meg a fehér lámpa. Ugye a repülőknek ez akkor kell, hogy bekapcsolva legyen, amikor éjszaka van. Éjszaka mit jelent? Éjszaka azt jelenti, hogy a, a naplementétől számított egy óra. Tehát, hogyha amikor a nap lementél éjszakai repülésnek is ugye azt számít, hogy amikor lemegy a nap, akkor egy óra eltelik, és akkor utána az éjszakai időnek számít. Mikor jön fel a nap, ugyanúgy egy órával előtte, és akkor, amikor följön a nap, és utána egész napon keresztül. Na mindegy, szóval az volt a lényeg, hogy mi visszaértünk volna még nappal, de azért, hogy a repülők ki tudjanak menni, a repülőgyártók két szett lámpát raknak bele most már. Annyira könnyen kiég egy izzó, főleg, hogyha magyar gyártmány. averon vett egy új korvet, egy új korvet Egy dolog ronott el benne, a magyar izzó elromlott benne. Röhögött rajta, és húzta a hajamat egy jó két éven keresztül, hogy egy dolog romlott el az új korvetjében, a magyar izzó. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ami kiégtek az izzók benne, azért beletettek két szett izzót. Tehát két zöld van, két, oh, bocsánat, két piros van, két zöld van, és két fehér van hátul. És akkor a kapcsolónak három állása van, ugye. Tehát az először is az, hogy ki van kapcsolva, aztán a System 1 és a System 2. Tehát akkor be lehet kapcsolni vagy az egyik rendszerbe az egyik, egyik lámpákat, vagy pedig ha átváltod, akkor az a pótrendszer, és akkor a másik lámpákat be tudod kapcsolni. Ugye a szimulátoros urak láthatják is, hogy a NavLights-nál az van, hogy van három állása, az Off, a, a System 1, System 2. Úgyhogy ez ezt jelenti. Na most... Oda érek, azt mondják, hogy a System One az AMILD, az tehát hogy, hogy a minimum equipment list az azt jelenti, hogy, hogy a, 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 attól függetlenül, hogy valami el van romolva a repülőn, még így is lehet vele repülni, mert semmi gond nincsen, mert valamivel vagy helyettesítve van, vagy nem kell minden rendszer, tehát több rendszere van, és akkor az egyik nem működik, az nem baj, akkor azt jelenti csak, hogy nincs backup, de attól még a másik egy vagy kettő működik. És a szépen le van írva a könyvbe, hogy most akkor a, a, hányra van szükség ahhoz, hogy a repülő repüljön. És akkor ebbe le volt írva az, hogy oké, okay, semmi gond, ha a szisztem egybe egyik ki van égve, az egyik izzó vagy kéget, vagy nem működik, ugye azt mi nem tudjuk, csak azt látjuk, hogy nem világít. Nem ég, hanem világít. És akkor át kell kapcsolni a másikra, és akkor azt az egyes szisztemet azt, azt ráteszik erre az MIR-re, MIL az a neve, és akkor attól függetlenül nyugodtan lehet menni a repülővel, és oda van rá, hogy mennyi idő, tehát 30 napod van, hogy megcsináljad, és semmi gond nincsen. A gond az volt, hogy, lement a, tehát, hogy megjött a, a, a szerelő, tehát egy, egy nagyon fiatal a, a szerelő volt, nagyon szerette volna, hogy valamit megjavítson gyorsan, de de ugye most kezdte a pályát, és ő ezt, ezt valami miatt nem értette, hogy miért nem világít a bal oldalon a piros lámpa. Tehát mondtam, azért, mert ez rajta van ezen az ML listán szia, de nem, azt mondja, hogy a szisztem egy van emielve, és most át van kapcsolva a kettőre, és nem világít baloldalon a lámpa. Azt mondja, hát akkor azt jelenti, hogy ha a kettőre rákapcsolod, akkor nem világít a lámpa baloldalon, vagy mi van. Ő nem értette valami miatt, hogy ezt, vagy nem tanították meg neki az iskolába, hogy minden repülőn, a nagyobb repülőkön két rendszer van, ugyanaz ugyanúgy működik, hogy az egyik elromlik, a másikra áll kapcsolni. Teljes képzavar volt szegény kis, srácnak a fejébe, és aztán mondta neki, figyelj, csinálok neked egy, szóval, amikor, amikor, ilyen probléma van, és, és, nehéz átlátni az egyszerű kérdést, akkor én mindig szoktam rajzolni. A rajzolás ugye az, az óvodából megmaradt, ugye itt sincs sem más, tehát annyira egyszerű probléma, de mégis bezavarodsz, mikor elkezdesz gondolkodni rajta. Szóval nagyon egyszerűen művészi alkotás, ugye Én rajzoltam egy szép repülőt, a repülőnek a szárnya végére ott vannak a lámpák, hátul is, oldalt is, és akkor a System 1, System 2. Leküldtem az első tisztemet, aki egyébként egy F18-asról jött, úgyhogy ő egy igazi, a, 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 tehát na mindegy, visszatérünk majd őre is. Szóval, na, akkor le, leküldöm az első tisztet, hogy figyelj, hívjál fel a telefonon, itt a telefonszámom, Oda mész a szárny végéhez, hívjál föl, hogy most mit látsz. És akkor mondd meg, hogy mit látsz. És akkor lement az első tiszt, hogy amikor odaért a, 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 a gépátvételbe a szárnyhoz, akkor ezt fölhív, és akkor mondom neki, betettem a szisztem egyre a kapcsolót, mit látsz a, a jobbodon? Zöldet. Oké, okay, várjál, átkapcsolom a másikra, átkapcsolatom a másikra, most mit látsz? Most is zöldet. Na, akkor mind a kettő jó. Akkor ment tovább hátra, és akkor mondom, mit látsz most? Azt mondja, hogy ké, egy fehéret, egy fehéret akkor mondom, oké, várjál, átkapcsolom, mit látsz most? Megint egy fehér. Oké, akkor az is jó, átment a piroshoz, ugye, ami a kérdés volt. És akkor mondom, most mit látsz? Azt mondja, semmit. Az volt az egyes szisztem. És akkor, a, a, bocsánat, az volt a kettes szisztem, amin, amin, ugye az egyes volt a, 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 megírva, vagy áramlott, és akkor átkapcsoltuk a kettesre, és azt mondja, hogy hogy az egyesre rákapcsoltam, mit látsz most? Azt mondja, hogy világít a piros lámpa. És akkor átkapcsoltam a kettesre, Mit látsz most? Hát nem világít semmi. Na hát itt a baj. Úgyhogy aztán akkor visszajött, és akkor csináltam ezt a kis képet, és mutattam a szerelőnek, hogy figyelj, mind a két szisztem ugyanazt csinálja, csak a csak a 2 amire ez át volt kapcsolva, nem világít. Tehát rosszat írtak bele a könyvbe. Nem a System 1 volt rossz, hanem a System 2 volt rossz. És akkor ezért most akkor kiavítottuk, és akkor utána <laughs> nagyon megtévesztő volt. Szóval a könyvbe azt írta, hogy hogy az emiel az meg lett javítva, vagy meg lett csinálva, és akkor az jó. És akkor utána fölírta ugyanazt az emiel mert annak ugyanaz a száma van, és akkor azt fölírta megint, hogy na, akkor most ugyanúgy ott egy újabb emiel. Úgyhogy nagyon megtévesztő volt, hogyha valaki egyáltalán végigolvassa, hogy most mi a fene történt. Ugye, mindegy, szóval nekünk kell megnézni, hogy a jó van-e fölírva az, ami föl volt írva, alá van-e írva, oda van írva az, 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 az employee number, az a Hú, a munka szám, tehát, a, tehát amikor a, dolgozol a, a melóba, akkor adnak neked egy, 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 egy munkás számot, hogy nem tudom mi. Szóval oda kell, hogy le van írva, hogy, 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 azon tudnak azonosítani, hogy ki vagy, és akkor az oda legyen írva a szám, alá legyen írva, és hogy jó legyen fölírva, meg mit tudom, szóval mindenféle dolgot meg kell nézni a naplóba. És amikor megérkezek, akkor napló átvizsgálás is van, ez része a gépátvételnek. Az első tisztelt kiküldöm, hogy, hogy menjen körbe és meg, hogy minden oké, -e. és akkor igen, közben a naplót megnézem, hogy a naplóban minden Oké, okay -e. úgyhogy itt jutottam el odáig, hogy nem volt oké, okay, de azért láttuk ezt meg, mert a a, a kisrác már jött, és a szerelő is próbálta javítani, hogy miért nem működik a bal oldalon az a lámpa, de ha nem jött volna, akkor is az első tisztán visszajött volna, és, és akkor megmondta volna, hogy ez a bal lámpa nem ég, pontosabban világít, bocsánat. És aztán akkor, akkor elkezdtük volna kezdeni ugyanezt a témát, csak előbb jött a szerelő, úgyhogy ő előbb vette észre, úgyhogy ennyi. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon sok rétege van ennek a, a, a biztonságnak ugye a repülővel, tehát nagyon sokan nézik azt, hogy mi történik a repülővel, és, és ez, emiatt lett a repülő, és nagyon biztonságos már. Ára. Úgyhogy nem azt mondom, hogy nem tud a repülő leesni, mert le tud, egy sem maradt még fönt, de, de tényleg nagyon-nagyon sokat fejlődött a repülés az utóbbi időkben. Úgyhogy visszatérve az első tisztemre, nagyon, nagyon, nagyon rendes ember volt, tényleg minden tudott úgy, ahogy kellett, és, és aztán, amikor odaértünk New Yorkba, ugye New Yorkba a kifutó pálya az ilyen cölöpökön van, és a víz fölött van. Úgyhogy ő sokat landolt a repülő anyahajóra, az F-18-assal. Ugye kijön a hátuljából ez a hook, és akkor ott van egy ilyen lelassító kábel, és hogy leszáll, akkor az, az jól oda kell tenni a földhöz, hogy az ne, 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 menjen vissza, és hogy elkapja a kábelt, és akkor így rögtön lelassít a lelassítja a repülőt az a az a, az a drót kötél, mert biztos láttátok ezerszer a tévébe. Na, szóval az ő landolása is ilyen volt. <laughs> <laughs> Úgyhogy landoltunk, és <laughs> úgy, megálltunk. Mondtam neki, ez nem egy F-18-as. <laughs> aztán á, ő röhögött rajta, de azt mondta, hogy már egy hónapja nem repült, mert nem hívták. Úgyhogy ő szegény, meg Atlantából való és, és ide átvakták hozzánk cincinnati és, és itt ücsörög egy ilyen bérelt a, a, kuckóba, amit lehet bérelni, és akkor várja, hogy hazamehessen, és közben nem hívták egy egész hónapba, mert nem volt miért, és végre kapott egy, 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 utat velem, ugye egy kört, és ugye aztán mondtam neki, hogy figyelj, mind a kettőt te repüljél, én már repültem eleget egy életre, mondom. Majd mennyi, mennyi, és akkor ő repült oda is, meg ő repült vissza is, nagyon örült neki, úgyhogy aztán ez volt a repülés. Ugye New york kapcsolatban még annyit mondanék, hogy a, a, azokon a kifutópályákon, amik a víz fölé érnek, hogy ne essé bele a vízbe a végén, vannak ilyen, hát kicsempészték ha végét, nem tudom másképp mondani. Szóval ki van öntve kerámiából ilyen blokkok, és azokat leteszik a végére, és akkor amikor a repülő rámegy, akkor az átesik a blokkokon, és akkor az iszonyatosan erősen lelassítja a repülőt, úgyhogy nem is tud átmenni akkor is, hogyha teljes gázból neki megy akkor sem valószínűleg, hogy nem fog átmenni a, az egészen, tehát nem fog beleesni a vízbe, hanem azok a blokkok összetörnek a súly alatt, és azok megállítják a repülőt a végén. Nagyon nagyot fog húzni, meg lassulni, de nem megfogja a végén a repülőt, hogy ne, ne menjen le. Ugye az a volt egy Southwest repülő, ami Chicagóban Midwaybe ugye lement a végén a kifutópályának, az egy nagyon rövid kifutópálya volt, utána átment a betonfalon, és azt megállt egy benzinkútnál, és sajnos ott egy kisgyerek volt a kocsiba, aki meghalt a végén, a akire ráesett a repülő igazából. Úgyhogy ott is ezt be 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 beiktatták, úgyhogy oda is beépítették ezeket a, ezeket a Azt hiszem, hogy kerámiából van ezeket a kerámia a lapokat. Itt van még egy pilóta vicc, hogy a pilóta viccet megértsétek, egy kis hátteret kell teremtenem, hogy, hogy, hogy a, akkor kell a, egy másik repülőteret megnevezni. Szóval mentek mentek az egy, egy célállomásba, és akkor, hogyha a célállomásba rossz az idő, akkor egy másik repülőteret kell megnevezni, hogy te hova fogsz akkor elmenni, ha ott nem tudsz leszállni. Azt alternate airportnak hívják angolul, és akkor ugye a, 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 mikor kell a alternate airport, az egyik kis stipuláció az, hogy ha egy órával előbb vagy később, a, a 2000 lábon van a, van a ceiling, és a, tehát hú, ez a one-two-three roll, tehát magyarul elég nehéz lefordítani. Na, megpróbálom még egyszer, hour before and hour after, 2000 ceiling and 3 miles visibility. Szóval 2000 lában a, a, a áll az alja a felhőnek, és három mérföldnél tovább nem lehet látni. És hogyha ez a kondíció van a, a célállomáson, akkor kell kötelező egy másik repülőteret megnevezni, és még attól a repülőtértől még 45 percet kell menni, annyi üzemanyagot kell fölvenni. És ezt hívjuk úgy a általánosságban hogy a 1 2 3 rule, tehát az 1 2 3 törvény. Na most akkor a New Yorkba is van egy 1 2 3 rule. És a new yorki 1 2 3 rule azt jelenti, hogy egy felhő, két csepp víz, három órás késés. Úgyhogy annyira sokan repülnek a, New Yorkba, hogy, hogy, egyszerűen a három órás késés, ez garantált, hogyha egy kicsit esik az eső. Ez történt velünk is, úgyhogy az egész repülőtér tele volt, ott egymás mellé rakosgatták a repülőket, még a végén le is állítottuk a motorokat, és akkor vá mondtam az embereknek, hogy pisi szünet van, föl lehet kelni, de, de mondom, 10 perc múlva valószínűleg megyünk tovább, úgyhogy ilyenek lehet, a 10 percből lett 40 perc, de akkor a végre akkor mi, mi, soron kerültünk, de közben meg bezárták azt a részt, ahol mi átmehettünk volna ugye, kifelé a városból. És akkor utána még kellett egy kicsit várni, szóval, ja, úgyhogy aztán a, jó sokáig vártunk, de hát gondoltam, hogy nem baj, legalább egy kis extra pénz lesz belőle. <laughs> ez volt a jó, jó benne, a rossz benne az volt, hogy nagyon-nagyon későn értem vissza. És aztán ugye a késő érkezésnek az a baj, hogy utána még haza is kell vezetni, ugye ami másfél óra vezetést jelent, ugye azért szoktam inkább ügyeletes lenni. A, úgy szoktuk hívni a megmester barátommal, hogy ügyenete, ügyeletes lottózzunk, ugye, mert sose lehet tudni, hogy mikor hívnak, meg mennyit hívnak. Úgyhogy a, végre megtaláltam azt az ügyeletes részt, ahol öt órától hívhatnak, és akkor nem sok minden történik cincinnati -ben és akkor onnan, akkor az általában jó szokott működni, mert akkor nem hívnak sokat, és akkor tudok itthon dolgozni. Nem kapok érte annyi pénzt, de, de annyit kapok, hogy megéljünk belőle, és az pont jó. Úgyhogy a, a kapok egy minimum garantit, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy ha repülök, hanem akkor egy bizonyos óra számot kapok, ami jóval alacsonyabb, mint amit általában szoktam kapni, de, de az is elég. Úgyhogy a sokkal jobban, jobban tetszik, hogy itthon lehetek végre, és nem kell mindig elmenni dolgozni, úgyhogy a következő hónapban már ez lesz, úgyhogy akkor a szerelésre vissza tudunk állni, és akkor végre be tudom fejezni ezt a korvérvent, meg minden mást, úgyhogy á, jönnek majd szerelős videók is Dogivel majd péntekenként. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, aztán jó nyaralást mindenkinek, azt jövő héten újból találkozunk, de pénteken megint folytatjuk, ugye most egyébként egy szereléssel. Sziasztok!